Hát ismerek egy újságírót, aki nem csak a minibár tartalmát fizettette ki a meghívójával egy alkalommal, hanem az átláncú pornó csatornán nézett filmek árát is a szállodával. Ismerek egy másik újságírót, aki saját maga fizette nyaraláskor a repülőjegyét, és volt egy kollégám, aki két forrást is ellenőrzött, aztán ő már nincs alapnál, mert túl későn készültem a cikkével, és a TASZ pedig azért szeretem, mert velünk újságírókkal ellentétben ők foglalkoznak ezekkel a témákkal. Nekik olyan jó komolyak, nekik fontosak az ilyen dolgok, mint a sajtószabadság, a forrás ellenőrzés és a függetlenség, és ha nekünk már nincs időnk ilyenekre, akkor legalább jó, hogy valaki foglalkozik velük. Adjátok az adótok 1%-át a TASZ-nak.